Advent harmadik vasárnapja az örvendezés vasárnapja. Jelzi, hogy már közeledik Jézus születésének ünnepe. Az adventi koszorún ezüst vasárnap a rózsaszín gyertyát gyújtják meg, az egyházi hagyományok szerint. Ahogy közeledünk a karácsony ünnepéhez, úgy kell a keresztény embernek egyre jobban éreznie azt a közelséget, amellyel az Isten teszi az első lépéseket az ember felé. Tulajdonképpen felhívás ez egy kicsit a keringőre. Hogyha az Isten szeretete megmozgat bennünket, akkor nekünk illik erre válaszolni. Ez minden kapcsolatnak a feltétele. Az ezüst vasárnapi gyertyagyújtáson a Petőfi Sándor Református Általános Iskola diákjai, valamint Jeszter Beáta és Novák Zoltán adott ünnepi műsort, majd Palic István osztotta meg ünnepi gondolatait. A speciális általános iskola vezetője hangsúlyozta, a Sátoraljaújhelyben élők szerencsések, hiszen biztonságban készülhetnek az ünnepre, valamint hozzátette, a karácsonyi nyüzsgésben nem szabad megfeledkezni az ünnep lényegéről sem. Lassan-lassan arra kell magunkat ösztönözni és odafigyelni, hogy ne azt számítson, hogy mi van karácsonykor a fa alatt, főleg az, hogy mennyi van a fa alatt és mennyiért van a fa alatt, hanem talán azzal kellene foglalkoznunk, hogy oda tudjunk figyelni a saját szívünkre, a saját lelkünkre, hogy hogyan érjük meg ezt a karácsonyt. A gyertyagyújtást követően Csézi adott adventi koncertet a római katolikus nagy templomban. Ez egy meghitt hétvég, és úgy gondoltuk, hogy megtiszteljük azzal a közönséget, és ez nagyon bevált, most már úgy látom, egyre többen jönnek a koncertre, illetve a gyertyagyújtásra, hogy karácsony előtt egy kicsit meghitt hangulatban, a nagy templomban egy 45 perces koncertre kerül sor, és hát reméljük, hogy ezzel egy feledhetetlen hétvégét ajándékozunk a közönségnek, és mi így készülünk a karácsonyra. A koncerten az énekesnő saját számai és kedvenc karácsonyi dalai csendültek fel, mert ahogy Csézi mondta, a karácsony a legkedvesebb ünnepe. Egyre több fellépés van karácsonykor, nagyon szeretik az emberek ezeket a kis adventi koncerteket is, és rengeteg koncert van majdnem minden nap, ilyenkor decemberben. Úgyhogy azért ez elég megterhelő, de tudatosan készülök egy picit erre, hogy megérkezzünk otthon. Nekem tényleg ez a legszentebb és legfontosabb ünnep az egész évben is, és számomra a legfontosabb tényleg a családunk. És talán én vagyok az a családban, akinek fontos, hogy összetartsa, mert mindenki ragaszkodik hozzá, de mindig kell egy ember, aki ezt úgy összefogja. Sátoraljaújhelyben a 4. adventi gyertyagyújtás december 23-án szombaton lesz.